Na és a mai adásban ezt a lakóautót fogjuk megnézni, ami nem az első lakóautó az életemben, hanem a sokadik, mert emlékeztek, először Robival béreltünk egy ilyen hatalmas V8-as motorral szerelt szörnyeteget Amerikába, ami így kitolja magát minden irányba, aztán utána a családdal mentünk mindenfelé Európában ilyen legnagyobb lakóautókkal, amiket bérelni lehet még a hagyományos jogsival, ez viszont sok szempontból még különlegesebb azoknál, mert hogy ez önellátó. És a Konsumán találkoztunk vele először, méghozzá az Ecoflow-nak a standján, akikkel már korábban volt kapcsolatom, hiszen amikor talán tavaly elmentem lakóautózni, akkor az ő ilyen feltölthető erőművüket vittem magammal, amiről lehet tölteni telefont, meg azt hiszem még grilleztem is róla, mert hogy annyi klafa van benne. És akkor megláttam a lakóautót, és mondom, hogy már nektek is van ilyenetek, és mondták, hogy már nekünk is van ilyenünk, még hozzá tele van aksival. És akkor megkérdezték, hogy nincs-e kedvem kipróbálni, ha már így úgy is találkoztunk, én meg mondtam, hogy hát hogy a fenében ne lenne már kedvem kipróbálni, és megmondom, hogy miért volt annyira izgalmas ez a jármű elsőre, de ehhez ki kell emelkednünk a lakóautó síkjából, és fel kell jönnünk ide a tetőre, és megtekintenünk azt, hogy milyen baromi sok napelem vesz minket körül. De nem csak napelem van ám benne, hanem mutatom, hogy mi van benne még. Hát van benne több mint 10 kWh-nyi aksi kapacitás, itt ugye két ilyen 5120 wattórás, vagy mekkora Ecoflow akkumulátor van, látható az egyik az 96%-on, jelenleg az másik az 85%-on, de az a kb. 500 wattnyi napelem, ami ott van a tetőn, az most erőteljesen tölti, mert hogy a napnak köszönhetően több juice érkezik az autóba, mint amennyit az felhasznál. És itt az egész Ecoflow rendszer, ami ennek a szíve és a lelke. Igen, itt látható is egy ilyen folyamat ábra, hogy a napelemekből bejön az energia, ami beérkezik ide, ami tehát tulajdonképpen egy ilyen hub, power hub inverter Ecoflow izé, és aztán onnan a rendszer tovább tölti, vagyis hogy tovább osztja attól függően, hogy éppen töltünk-e valamit, elhasználjuk az áramot az autóban, mit tudom én arra, hogy kávét főzzünk, vagy világítsunk, vagy klímát üzemeltessünk, vagy hűtőt üzemeltessünk, vagy kijön innen az áram, és esetleg egy ilyen külső hordozható akkumulátor töltünk, amiről aztán tudunk grillezgetni a szabadban, vagy pedig nincs szükségünk az áramra, és akkor az egész megy az aksikba, vagy hol vannak az aksik? Itt vannak az aksik, szóval az egész megy az akkumulátorba, és hát onnantól kezdve ezeket bármikor felhasználhatjuk, amikor éppen nem süt a nap. Szóval én már a Konsumán láttam, hogy ebből valami nagyon-nagyon izgalmas dolog tud kisülni, úgyhogy összepakoltuk az összes cuccunkat, amit aztán lehortunk a kis elektromos Skodába, aminek az alapváltozata az egy Volkswagen típus volt, és abban az akkumulátor az nem volt sokkal nagyobb, mint ebben, csak ugye ott mozgatásra kellett használni, itt meg az autót nem az aksiról mozgatják, és hát itt van napelem, ott meg nem volt napelem. Szóval mindent, amit ide akartunk hozni, belezsúfoltunk a kis Skodába. És ez biztos, hogy elég lesz 3 napra? Hát nem tartom valószínűleg, de én amit lehet megtettem. Ezután megérkeztünk a BMW-hoz, mindent átpakoltunk bele, megtekintettük és átvettük. És az a helyzet, hogy jó alaposan bejártuk akkor, amikor még nagyon-nagyon tiszta volt, és nem értük le annyira, mint itt az elmúlt néhány napban, és már akkor látszott, hogy tök nagy, szóval van benne egy hatalmas háló hátul, egy igazi francia ágyal, van benne zuhanyzó, van benne egy jó felszerelt konyha is, van benne egy nappali rész, és persze lehet az autót, a járművet vezetni is. Ja, és van egy nagy hűtő, amihez van egy fagyasztó rész, és ott legfelül meg van egy mikro is. Ja, meg természetesen van WC is a járműben. Szóval baba az egész. A lényeg az, hogy átvettük, bepakoltunk, család beugrott, és indultunk is a Balatonra. Amikor megérkeztünk, akkor gyorsan meg is néztem, mutatom, hogy mit. Szóval itt van az a rendszer, ami pontosan mutatja, hogy az aksik azok hogyan vannak, és jelenleg éppen a napelemek 165 wattot termelnek, mert hogy a napnak a beesési szöge, miután korán reggel van, még nem különösebben jó, meg egy kicsit olyan fátyó felhős helyütt az ég, de megy ez feljebb is. Szóval a lényeg az, hogy megnéztem, hogy mit mutat a kijelző akkor, amikor megérkeztünk a Balatonra, és hát akkor azt mutatta, hogy olyan 35 perc kellett még a 100%-os töltöttség eléréséig, mert akkor
jobban sütött a nap, és ez annak ellenére jött össze, hogy menet közben például az aksiról ment a hűtő, ami nem szükségszerű, hiszen egy ilyen lakóautónál jellemzően van egy gáztartály, és igen, tehát gázzal is mennek ezek a hűtők, de mindesetre próbálni akartam a rendszert, tesztelgetni a rendszert, hogy milyen gyorsan merül le, és ott kiderült, hogy nem lemerül, hanem inkább folyamatosan töltődik fel. Aztán bekapcsoltam mindent, a hűtőt, az AC-t, a DC-t, a klímát, és azt jelezte a rendszer, hogy kb. Két nap alatt merülne le teljesen, úgyhogy csak 200 watttal töltött, mert azért akkor sem volt verőfényes napsütés, miközben ez ugye bőven lehetne 400 fölött is, és a teljes fogyasztásunk meg volt 290 watt, ami meg azt jelenti, hogy ha rendesen sütne a nap, akkor még ilyen körülmények között is pluszos lehetne a rendszer. Egyébként ez a kütyű ez tök jó, szóval, hogy nagyon ügyesen nyomon lehet követni, hogy éppen mekkora a baj, vagy mekkora az öröm. Általában nagyobb az öröm, mint a baj, és az jó. Aztán elkezdtük a kemping életünket a Balatonon, méghozzá nem is akárhol, hanem az első sorban, szóval sikerült ezt a helyet megcsípnem, ami azt jelenti, hogy elég király volt a kilátásunk. Marcika elkezdte összerakni azt a legót, amit a születésnapjára kapott a nagypapájától. Megtekintettük a Balatont, ami baromi viharos volt, és jelezte előre, hogy itt durva időjárás várható. És egyébként balatoni dolgokat csináltunk. Lángost ettünk, meg lazítottunk. Másnap reggel nagyon izgatottan keltem, mert az időjárás előrejelzés az azt mutatta, hogy baromi verőfényes napsütés lesz, és kíváncsi voltam, hogy optimális helyzetben mit tud magából kihozni a rendszer, és megnéztem az aktuális időjárás, mielőtt felhúztam volna a sötétítőket, és az azt mutatta, hogy bizony-bizony verőfényes napsütés van, aztán felnéztem az égre, és kiderült, hogy nem, tehát hogy tök szürke volt az ég, és még órákon keresztül az is maradt, szóval, hogy felmerült benne a kérdés, hogy ilyen körülmények között, meg ilyen hatékonysággal minek van időjárás előrejelzés, amikor nem előrejelzés, nem tudja, hanem azt nem tudja megmutatni, hogy éppenséggel mi van. Aztán kicsit később előjött a nap, és akkor már nem azt mutatta a rendszer, hogy mennyi idő alatt merül le, mert ugye, hogyha nincsen töltés, alapvetően azt mutatja, hogy mennyi időre elég még a craft, hanem átugrottunk recharging time-ra, ami viszont azt mutatja, hogy mennyi idő alatt fog teljesen feltöltődni az akkumulátor, ami azt jelenti, hogy több energia érkezik a rendszerbe, mint amennyit elhasználunk, pedig akkor is ment róla pusztán szivatásból a hűtő, meg laptopot töltöttünk, meg minden hasonlót. És aztán néhány nap után elindultunk haza, és menet közben megálltunk Veszprémben, a Veszprémium pizzériában. Ha emlékeztek, akkor körülbelül másfél évvel ezelőtt, szóval az előző évadnak az egyik első adásában forgattam elő a pizzériáról Veszprém külsőn, ami baromi jó hely, mert egy ilyen nagyon-nagyon szimpatikus pizzamester készíti hazai alapanyagokból a szinte tökéletes nápolyi pizzáját, és hát a család még nem evett ott, úgyhogy elvittem a gyerekeket is, ami egyrészt azért volt jó, mert megengedték nekik, hogy a saját pizzáikat elkészítsék, másrészt meg beszéltem ott néhány vendéggel, és kiderült, hogy szinte mindenki a vlog miatt volt ott, szóval, hogy ez nagyon megtisztelő, hogy másfél év után is ekkora bizalmatok van a vlogban, hogy eljártok azokra a helyekre, amiket ajánlottam, és tök jó volt így másfél év után megtapasztalni, hogy ez tényleg annyira jó a hely, mint amennyire emlékeztem, úgyhogy jó szívvel tudom továbbra is ajánlani. Aztán hazajöttünk, megérkeztünk a nyaralóba, a gyerekek megették a saját pizzájukat, én meg az elmúlt két napban figyelgettem, hogy itt a hálózatról teljesen leválasztva, hogyan teljesít az autó, és az a helyzet, hogy jól láthatóan baromi jól. És ugye, akik nem lakóautóznak, azok talán nem értik, hogy mi értelme van berakni ennyi akkumulátort egy ilyen járműbe, de akik lakóautóznak, azok viszont pontosan tudják, hogy mekkora előnye van annak, hogyha nem kell folyamatosan valamilyen konnektor közelébe lennünk, nem kell folyamatosan kempingbe mennünk ahhoz, hogy az alapvető kényelmi funkciókat ki tudjuk élvezni, vagyis ez már nem is
alapvető szó, amikor az ember mondjuk fűtést akar üzemeltetni egy autóban, vagy klímát, vagy kifogy a gáz, és szeretné, hogyha a hűtő az továbbra is működne áramra, akkor azok már ilyen spéci igények, és az a helyzet, hogy ez az autó, ez tényleg teljesen önellátó. Szóval elindulsz vele a dzsungelbe, és megtermeled magadnak az áramot, és utána meg azt el is tudod tárolni, és utána meg azt fel is tudod használni, és aztán tudod üzemeltetni az eszközeidet, tudod tölteni a telefonodat, tudod tölteni a laptopodat, tudod működtetni a grillt, meg bármi hasonlót. Szóval egy kicsiben itt azt tapasztalhatjuk meg, amit én próbálok zebegényben összehozni, ahol ugye egy ilyen önfenntartó ház lenne a cél, és ez tulajdonképpen egy többé-kevésbé önfenntartó ház. És az a helyzet, hogy én azt gondoltam, hogy ez azért elég nagy árat kell fizetni, szóval amikor a Konsumán először megtekintettem ezt a járművet, és benéztem ide, és megnéztem, hogy mennyi helyet foglalnak el az akkumulátorok, akkor úgy voltam vele, hogy hát jó, ez tök jó, hogy önellátó, csak semmit sem tudunk magunkkal vinni, mert hogy a garázsnak nevezett rendszer az úgy, ahogy van, megszűnik. De kiderült, hogy ez nem igaz, mert itt van a túloldal, és hát ez bizony teljes egészében pakolható. Szóval igazából a garázsnak csak tulajdonképpen az ötöde veszett el azon az oldalon, és a többi része meg tökre elérhető. Strandcuccoknak, meg hasonlóknak. Ja, és mutatok még valamit, mert az izgi. Szóval itt az EcoFlow ökoszisztémában azért vannak további dolgok is, ez ugye az a külső mini erőmű, amiről már meséltem, és amiről fel tudsz tölteni laptopot, vagy bármi egyebet, és ez azért jó, mert kiviszed magaddal a természetbe, és egész nap tudsz dolgozni anélkül, hogy aggódnod kéne, hogy lemerülsz, de mi van akkor, hogyha az ember megszomjazik a természetben, és ami hideget akar inni, hát akkor vannak ilyen óriási EcoFlow hűtők is, amiben nézzétek, még jégkészítő is van, szóval tényleg teljes őrület az egész, de mi van akkor, hogyha nagyon-nagyon hideg üdítőt akarsz, de nem bírja egész nap a hűtő, tehát akkor viszel magad egy napelemet, és azt rácsatlakoztatod a hűtőre, és akkor egész nap van hideg üdítőd. Örület! Szóval ez a néhány nap egy izgalmas tapasztalat volt, és az a helyzet, hogy az EcoFlow az nyilván nem teljes lakóautókat árul, ez csak egy ilyen demonstrációs célokra készült jármű, aminek egyébként sokan csodájára jártak. Szóval a kempingben rendszeresen jöttek oda hozzám németek, akik elújságolták nekem, hogy ők EcoFlow termékeket használnak, és velem akarták megbeszélni a specifikációkat, mert azt hitték, hogy valamiféle EcoFlow szakértő vagyok, de azon kívül, hogy németül gratuláltam nekik a választásukhoz, nem sok okosat tudtam mondani, szóval, hogy nyilvánvalóan nem a lakóautó az érdekes, hanem a rendszer, amit ez a gyártó biztosít, és ami beszerelhető bármilyen más lakóautóba, és ami úgy látszik, hogy 2023-ban többé-kevésbé lehetővé teszi azt, hogy az ember az úgy utazgasson a természetben, meg a szabadban, hogy egy csomó olyan kényelmi funkcióval is rendelkezik, ami korábban mondjuk egy jó felszerelt lakás esetében sem volt természetes, mondjuk mit tudom én, a klíma. Úgyhogy hát nagyjából ez az adás ennyi, köszönöm, hogy velem voltatok, ez volt a 2023-as lakóautózásunk itt Magyarországon, és jövök vissza a következő adással. Sziasztok!